Posgai Zsolt pécsi származású rendező, számos nemzetközi díj nyertese. Nemrég az Omega egyik nagy sikerű daláról elnevezett musicalt alkotta meg. A darab egy új főszereplővel gazdagodott, aki a legendás zenekar frontembere, a 3 éve elhunyt Kóbor Jánosnak a lánya, Kóbor Léna lett. Másfél éve kerültem bele ebbe a darabba, és akkor azért kerestek meg, ugyanis az előző főszereplő, Békefi Viktória, ő terhes lett, és nyilván vicces lett volna, hogyha nagy pocakkal játssza a 18 éves lány szerepét, úgyhogy akkor egy ilyen castingot hirdettek, ahova én elmentem, és akkor tényleg ugyanúgy prózai szöveget, dalt, mindent meg kellett tanulnom, és akkor azok alapján sikerült a casting, és utána egy 2 hónapos felkészülési időm volt, és utána már jött is az első előadás, és azóta ugye az országban mindenfelé járunk. Ennyi idő alatt alakul, formálódik a szerep. Vajon erről Léna hogy val? Belülről azt érzem, hogy sokkal magabiztosabban állok a színpadon, szóval, hogyha az előző, a legelső előadásomat a mostanival összehasonlítanánk, szerintem óriási különbség lenne, és nyilván rengeteg segítséget kaptam mindenkitől, ugye Sánta László, a férfi főszereplővel is rengeteget próbáltunk meg ugye neki óriási tapasztalata van, szóval ő rengeteg mindenbe tudott segíteni, és nyilván meg is fogadtam a tanácsait. Tudom, hogy mit mondanak mások, de nagyon jó volt vele. Idősebb, mint én, és talán tényleg nem lett volna szabad összejönni vele, de annyira vártam már a szerelmet. Ezzel a szerepléssel édesapjára is emlékezik a 17 éves Kóbor Léna. A musical rendezője Posgai Zsolt a darab keletkezési körülményeiről beszélt a sajtótájékoztatón. Van egy olyan daló megálltó, hogy 16 évesen, amely nagyon érdekes szituációról szól egy kislány életében, és tulajdonképpen innen jött a történet, hogy egy nagyon fiatal lány csalódását megpróbáljam, és azt az éjszakát, amikor ezt a csalódást túléli, és kislányból nő lesz. Ezt valahogy megpróbáljuk a színpadon, tánccal, zenével, mindennel, ami azért lehet jó, mert igazából a nézőtéren minden nő átment ezen, és minden férfi elviselte ezt, tehát ismerik a történetet, és ezekhez kapcsoltuk aztán a dalokat is. De úgy, hogy ne csak önmagukba szóljanak, hanem igazából kapcsoljanak a történethez, vagy éppen teljesen mások legyenek. Hiszen Kóbor János sem gondolta soha, hogy mondta nekem, hogy a gyöngyhajú lány az arról is tud szólni, hogy anya elénekli egyedül a színpadon a már nem létező gyermekének, az első gyermekének a tragédiáját, a gyöngyhajú lányjal. És akkor bizony nem szerelmi történetről szól ez a dal. De más daloknál is ez előfordul. A Gyöngyhajú lány legendája musicalt október 11-én mutatják be a pécsieknek a Lauber Dezső sportcsarnokban.